Ellenvetés nélkül elfogadva megszavazta az amerikai képviselőháza Donald Trump elleni alkotmányos vádeljárásról szóló javaslatot. Az Egyesült Államok leköszönő elnöke ezzel történelmet írt. Ő lett az első olyan amerikai elnök, aki ellen 2 ilyen eljárást is kezdeményeztek hivatali ideje alatt. Donald Trump jelenleg egyértelmű fenyegetést jelent az országra, mi pedig tiszteletben tartjuk a hivatali eskünket, hogy védjük és védelmezzük az Amerikai Egyesült Államok alkotmányát. Isten engem úgy segéljen, mondta a képviselőház elnöke, Nancy Pelosi, miután aláírta a vádemelésről szóló indítványt. Donald Trumpot felkelés szításával vádolják, a demokraták kezdeményezését 10 republikánus képviselő is megszavazta. A múlt heti felkelésben tagadhatatlan az elnök szerepe. Január 6-a előtt a közösségi médiában, de még aznapi beszédében is szándékosan hirdette az alaptalan elméleteit, amelyekkel dezinformáltságot, megosztást teremtett, fogalmazott John Katko. Az elnök védelmére kelt viszont az ohiói republikánus képviselő. Most arra kéne koncentrálnunk, hogy a nemzet újra egyesüljön. A demokraták eljárást kezdeményeznek, immár másodszor az elnök ellen. 1 héttel azelőtt, hogy lejárna a hivatali ideje. Miért? Ez csak politika, le akarják mondatni, mondta Jim Jordan. Az indítvány most a felsőház a szenátus elé kerül. De már csak január 20-át követően, miután az új elnök Joe Biden hivatalba lép. Egyértelműen elítélem a múlt heti erőszakot. Az erőszaknak, a vandalizmusnak nincs helye az országunkban, sem a mozgalmunkban. A Tegyük újra nagyjá Amerikát mindig is arról szólt, hogy megvédjük a jogállamiságot, hogy támogassuk a rendvédelemben dolgozó nőket és férfiakat, és tiszteletben tartsuk a nemzetünk legszentebb tradícióit, értékeit. Fogalmazott videóüzenetében Donald Trump, amelyet nem sokkal a szavazás után tett közzé. Az új elnök beiktatásakor várhatóan a Nemzeti Gárda 20 000 tagja lesz majd szolgálatban.